Nagyon örülök, kedves hercegné, hogy eljött hozzánk, méghozzá a Yorki hercegné, de Személyesen. remélem, hogy nem vetítem nagyon előre a jövőt, hogyha azt mondom, hogy Erzsébet királyné. Hát, Ugye? ez Hát az igazság. ez a nagy-nagy igazság, úgyhogy hát azt hiszem, hogy fenséges beszélgetésnek nézünk elébe, mert hogy ne beszéljünk tovább rejtélyekben, itt a király beszédéről van szó, amiben, hát ismeretségünkre való tekintettel nyugodtan mondom, hogy te vagy ez a bizonyos Yorki hercegné, és majd mindjárt sort kerítünk arra is, hogy egyáltalán kikivel beszél, vagy próbál beszélni, de először erről a szerepről, erről kérdeznélek. Hát nagyszerű dolog, hát maga a színdarab is egy gyönyörűség, és már egész Magyarországot körbe turnézt a vidéken, ugye, és nagy-nagy siker volt mindenhol, úgyhogy éppen itt volt az ideje, hogy Budapesten is bemutatódjon a darab, és hát a mi színházunk, a József Attila Színház választotta műsorára, ugyanis ez az év a film jegyében zajlik nálunk. Mert a tavalyi év az a titok jegyében így zajlott. Van, most a film jegyében. Mm-hmm. Egyébként is most nagy divat ez, hogy filmeket színpadra adaptálnak, vagy ha ez esetben például könnyű dolga volt az alkotóknak, rendezőnek, dramaturgnak, hiszen ez eredetileg egy színdarabnak készült. Úgyhogy Szokolai Brigitta és Hargitay Iván nagyon pontosan az eredeti színdarabból és már a színpadi változatokból tette össze ezt a mi előadásunkat, úgyhogy ez tényleg minden szempontból az eredeti király beszéde. De nem dokumentumjáték. Nem. Szóval azért erről tudni kell, hogy azért ez egy színdarab. Igen. Tehát valóban voltak beszéd nehézségei a hercegnek, majd később ugye a királynak, de Györgynek... Mármint hatodik Györgynek. Igen, de nem ilyen erősen, mint ahogy ez a színdarabban van. Persze. Viszont ugye a színháznak mindig egy picit fel kell nagyítani mindent ahhoz, hogy a valósághoz valahogy közelebb jussunk. Uh-huh. Ez egy nagyon éles politikai helyzetben történik ez a történet, ugye a Churchill II. Világháború kezdete. Uh-huh. Tehát nagyon komoly történelmi helyzetben kellett tulajdonképpen ennek a fiatalembernek önmagát túllépve egy olyan érett és komoly királyá, emberré, politikussá nőnie, hogy ezt a történelmi helyzetet, mint ahogy azt tudjuk, egyébként nagyon jól kezelte a későbbiekben. Azért mondjuk meg, hogy beszéd nehézségei volt, az a dadogott volt, is kész. Volt neki. Így van. És miután tudjuk, hogy a dadogásnak nagyon sokszor pszichés háttere van, erre épül a színdarab is, hogy a beszédtanár lényegében, akit Mucsi Zoltán alakít, Györgyöt pedig Fila Balázs, igen, kollégám, egy különös barátság alakul ki a két férfi között, és ezeket a pszichés gátakat próbálja feloldani Györgyben, ami aztán természetesen, mint a mesében sikerül is. Az első nagy beszédénél. Így van. Ez igen, ott nagyon-nagyon leég, de utána a nagy beszéd az már sikerül. Az én szerepem ez egy nagyon szép és nagyon finom szerep, ami azt gondolom, hogy egy nő számára különösen jó, hiszen a nő ugye mindig egy támasz, egy barát, egy társ a férje mellett, igen, az esetek többségében, vagy reméljük többségében, de én ezt mélyen így is gondolom. Tehát erősíti őt ebben, támogatja, segíti, és ez a fajta szeretet és odaadás és kitartás, és ez az okosság, amit ez a nő mellé tesz ennek az egész ügynek, végül is hozzásegíti Györgyöt ahhoz, hogy gyönyörű beszédet mondjon, és gyönyörű felnőtt királlyá legyen. És ez a bizonyos barátság angol módra, mert legalábbis úgy emlékszem, hogy tényleg egy nagyszerű kapcsolat alakult ki, nagyon, a beszédtanár és a darabban is egy nagyon finom angol humor van. Tényleg lehet rajta nevetni, sírni, meghatódni, és hát remek színészekkel, Churchill, Mihályfi Balázs játsza az érseket, Slanger András, a miniszterelnököt, Hajnóczky Balázs, Szilágyi Kata játsza ugye magának, Lógnak, a beszédtanárnak a feleségét. Úgyhogy így a kis csapat. Így van. No hát tulajdonképpen sikersorozatról van szó mindenféleképpen, reméljük, és nagyon jó, de nagyon jó, hogy tényleg, hogy Budapestre is elérkezett, mert korábbiakban erről már volt ígéret, és akkor szerencsére ez meg is valósult. Meg. Na most a másik, hogyha például
Én most nem Gyorki hercegnének szólítalálak, hanem talán Florence Arnának, akkor mi lenne? Hát az lesz a következő munka, igen. Először is ő kicsoda? Hát ő egy jókarban lévő 50-es nő, igen. Párizsban, akit nagyon szeretne egy fiatal ember meghódítani, de természetesen férjezett, és majd a darabból kiderül, hogy sikerül neki-e vagy sem. Ez egész pontosan a magas barna férfi, és ezt azért hangsúlyozom, hogy barna, mert nem csak azért, mert barna játsza, hanem ez tulajdonképpen a magas, szőke férfira fog mindenki gondolni, amiben ugye több film is készült. Így van. Ez a film, ez a színdarab, ez abból a filmből készült, amit nem Pierre Richard írt, de ő játszotta annak idején a filmen, a magas szőke... Férfi felemás cipőben. Igen, igen, ő a Pierre Richard, aki nemrég ugye Budapesten is járt. Igen, a filmfesztivál alkalmából, és találkozott is a közönséggel, méghozzá Bazilika előtt is. Úgy van, és egy nagyon helyes ember. Na most akkor film, igen, és akkor ez tulajdonképpen most a magas szőke férfire hajaz, de barna, és akkor én miért van nekem az emlékezetemben az, hogy magas szőke plusz két szőke? Mert ez az eredeti. Ugye? Tehát ez a film, aminek a verzióját a színházban most láthatjuk. Bercsényi Péterrel a főszerepben, Balla Eszter, Korponai Zsófi, Zöld Csaba, én és Simon Kornél fogja rendezni. Én azt olvastam, mikor van a bemutató? December 5. Hát a Mikulás hozza. A Mikulás hozza, és a próbák? Most kezdjük a jövő héten, nagy izgalommal és nagy örömmel, hiszen vígjátékot próbálni mindig nagyszerű, mert az már magában rejt egyfajta siker, de itt hadd dicsekedjek, hogy a József Attila Színház idei évadában siker hátán, hiszen a Macskafogó is nagy siker volt, a Királybeszéde is, úgyhogy reméljük, hogy ez is. És akkor tényleg a film évadáról van szó, és hogy még tovább csigázzuk egy kicsit a drága jó közönséget, szóval én azt olvastam a színlapon, hogy Lenge öltözetű szomszédasszonyok, féltékeny férjek, balfék rendőrök, pofonok csattannak el, igen. És még időnként fegyverropogás is van. Minden. Blazovszky Ákos fogja rendőrt játszani. Úgyhogy lesz itt minden természetesen. Úgyhogy férfiaknak, nőknek egyaránt örömére szolgáló darabbal készülünk most. De hát ez tényleg nagyon jó, csak meghozza a Mikulás. De hát akkor azért ne menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy merre felé voltál, vagy, és nagyon jól tudom, hogy mindig sok színház volt, és most nem tudom, 2 éve, 3 éve a József Attila igen. Színház mondjam, úgyhogy az állandó otthonod, de hát végül is Víg Színház, meg Szeged, meg Fehérvár, meg még sok felé, meg Sopron, és mennyire gondolsz vissza ezekre a régi helyekre? Most természetesen először is mondjuk Szegedre gondolok. Hát egyre távolabb került tőlem, hiszen az ember nyilván az életre mond igent, és előre tekint. Igen. Úgyhogy én magam is mindig így voltam ezen, nagyon szép szerepeket játszottam 18 év alatt, és nagyon hálás is vagyok ezért, hiszen egy színésszel mindig az a lényeg, hogy megtörténjenek a szerepek. Így van. És ezek megtörténtek. Most visszajöttem, újra itthon vagyok Budapesten, jól érzem magam, otthon vagyok a József Attila Színházba, és most egy egészen más korszaka van az életemnek, de jól vagyok. Köszönöm. És kicsit, ha szabad így mondanom, más korszaka van legalábbis szerintem. Mások szerint is a József Attila Színháznak is, mert az utóbbi 2 évben talán, vagy talán 3 évben nem akarok nagyon visszamenni. Most nem mondom azt, hogy arculat meg stílusváltás, de azért mindenféleképpen én szerintem, bár én nem vagyok kritikus, de egy kicsit most már túlnőtt. Igen. Túlnőtt ott azon a környéken, és nem csak Angyalföld, hanem egyáltalán most már tényleg egy olyan színház, amire azt lehet mondani, hogy fővárosi. Igen, és igyekszünk. Függetlenül a vidéki turnéktól. Sok jó vendégművésszel, rendezővel, és igyekszünk természetesen a közönség igényeit kiszolgálni. Hát na, szinkronizálsz? Igen, igen, helyek közel igen, azért előfordul. Most és... azt akartam először mondani, hogy még mindig, mert még ha mindig. Már itt voltál Yorki hercegné is, meg egy másik asszony, akkor most már nyugodtan mondhattam azt is, hogy G.I. Jane, mert azt meg hiszem, minden. Hogy meg minden, de erre szerintem mindenki emlékszik, az idősebb korosztály talán az Onidin családra is. Meg a homoktitkaira. A homoktitkaira, és aztán mint showgirl. Minden, hát az is. Az is volt, ugye? Remek munkát volt. De ezt azért is hozom szóba, és ezért kezdtem úgy, hogy tényleg sok felé dolgoztál és dolgozol,
Most hogy állsz a filmmel? Mert nekem most hirtelenjében csak az Oltári csajok jut eszembe. Igen, hát legutóbb ugye már jó pár évvel ezelőtt ugye a Koyot című filmben játszottam Kostyán Márk rendezésében. Hát ilyen apróságok vannak most, éppen most például a családi körben fogok egy picit dolgozni, ugye minden nosztalgia, minden visszajön, ugye a 30-40 éves dolgok, de ez egy teljesen megújult új formája már a családi körnek. Hát mindig valami megtalál, úgyhogy nem panaszkodhatok, köszönöm, jól vagyok. És jól alszol. Nagyon, remekül. A másik, hogy azért minden színművésznek kutya kötelessége karbantartani saját magát és a saját egészségét. Most nem csak arra gondolok, amikor a férfiak vagy néha a hölgyek is lóhátra pattannak, és akkor lovagolnak, mert ugye ilyen színházunk is van, de hát akár zenés, táncos darabban, szóval ott most már olyan állóképesség kell, mint egy sportolónál. Hát Gábor, azt mondta nekem Barta Mária annak idején, mint idős kolléganőm, hogy szívem, ezt a pályát lélekkel és lábbal kell bírni. Persze az ember 20 éves korában ezen nagyot kacag, és azt mondja, hogy persze, de valóban így van, tehát ha az ember lelkileg egyensúlyban tartja magát, ami nagyon fontos, és fizikailag is vigyáz magára, akkor tulajdonképpen a tehetség az egy bónusz, és a szerencse rájön, akkor aztán tényleg csoda minden, de a lényeg mégiscsak az, hogy felelősek vagyunk magunkért, tehetségünkért. És ezáltal a társainkért. És így van. És ez azt gondolom egyébként, hogy mindenkire igaz kell, hogy legyen, pláne, hogyha az ember ugye idősödik, akkor még inkább oda kell figyelni arra, hogy mit eszik, hogyan táplálkozik. Jó, hát arra még van idő, hál' Istennek neked, de gondolatod, hogy itt nem csak a szó elszáll, és nem lesz más, mert persze az van a kérdés mögött, hogy van-e időd egyáltalán saját magaddal törődni, persze. Mert hogy errefelé nagyon sokat dolgozol. Muszáj, hogy legyen én idő. Ez nem csak mint színésznőnek, hanem mint embernek, asszonynak, anyának, feleségnek, mindenhogyan szükség van erre. Igen, vannak nagyon kedves barátnőim, akikkel remek jókat szoktunk bolyongani mindenféle színházi előadásokra. Van egy csodálatos férjem, akivel tényleg nagyon jól és boldogan élünk. Remélem hallja és látja Igen, innen is üdvözlöm sok szeretettel. És van egy csodás lányunk, aki a Képzőművészeti Egyetemen első éves díszleti elmeztervező lesz belőle, és nagyon boldog. Úgyhogy tulajdonképpen az élet egyensúlyba került, úgyhogy csak mindenkit bátorítani tudok, hogyha egy pillanatra is felvetődik benne, hogy tovább kell lépni, akkor lépjen tovább. Igen, megelőzted a kérdést egy kicsit, mindenevő vagy? Mindenevő vagyok, és legfőképpen nagyon szeretem a színházat, és nagyon szeretem a kollégáimat, és mindenhol vannak most már olyanok, akikkel dolgoztam, vagy ismerem őket, vagy szeretném megismerni, mert ugye a fiatalokat meg nagyon kíváncsian várom mindig, és mindig nagy öröm. Minden előadásban van jó. Ha más nem, akkor a beletett munka, amit nagyon lehet szeretni. Úgyhogy nagyon mindegy, hogy opera, dráma, milyen színházi stílus, nagyon szeretek színházban. Utolsó kérdés így a vége felé, hogy ezzel én abszolút nem mondok újat, hogy az elmúlt években, nem mondok évtizedet, de mondjuk 5 évet nyugodtan mondhatnék, hogy nagyon-nagyon sok, nem szeretem ezt a szót, hogy alternatív társulat, hanem független színházi társulat, de beleéltem a szobaszínházat is még a vacsorával. Szóval nagyon sok ilyen alakult, főleg magánkezdeményezés, és egy része a társaságnak, már a színészeknek azt mondja, hogy jaj, minek ennyi, meg nincs támogatás, ez az. Másik része meg azt mondja, hogy most már a kőszínházakból, meg a sorozatokból, meg mindenhonnan is elmennek, és ha máshol nem, akkor ott meg tudnak nyilvánulni, és lehet, hogy 10 ember előtt, és lehet, hogy 50 ember előtt, és mondjuk nem éppen mondjak egy nagy színházat, az Erkel színháznak a közönsége. Persze, szóval jónak tartod ezt, hogy ennyire átalakulóban van, vagy átalakult egy kicsit a színházi világ? Már régen átalakulóban van, és régen átalakult, és nyilvánvalóan ott kell dolgozni, és élni, és helytállni, ahol élünk. Ebben nagyon sok tényező van, megélhetési tényező, ami kihagyhatatlan. Igen. Tehát egész egyszerűen sok helyre kell elmenni dolgozni ahhoz ma már, hogy az ember egy családot, vagy akár önmagát is eltartsa. Hát a fiatalok rémtörténeteket mesélnek nekem. Másfelől van egy színészi igény is. Tehát próbáljuk ki magunkat egy másfajta színházi közegben, másfajta fiatalokkal, mondjuk egy más színházi nyelvezet kapcsán. Igen. De azt gondolom, hogy itt a panasz az leginkább
leginkább arról szólhat a színészek szempontjából, hogy nagyon nehéz megélni ebből a szakmából. Hát akkor a király beszédével kezdtük, és akkor zárjuk azzal is, Fenség, hogy igen. Thank you very much indeed. Oh. Mindenkit sok szeretettel várunk a József Attila Színházba, és legyenek résen, mert nagyon fogynak, hála Istennek, a jegyek. Köszönöm szépen.